Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a részben 5 érdekességet tudhattok meg Adolf Hitlerről. Hitler 1889. április 20-án született Ausztriában, az Inn folyó melletti Braunau-ban. Apja az osztrák vámhivatal tisztviselője, édesanyja háztartásbeli volt. Apja munkája miatt sokat költöztek, ezért Adolf sok különböző iskolába járt. Általános iskolai tanulmányait 1895-ben egy falusi osztatlan népiskolában kezdi meg. Az iskolának mindössze egy, körülbelül 60 négyzetméteres tanterme volt, ahol a tanulók nem voltak évfolyam vagy kor szerint osztályokra bontva, és egyetlen tanár tanította őket. Azonban a család hamar tovább költözött, így Hitler a Lambachi Benedek rend által fenntartott iskolába kerül, ahol rövid ideig a kolostor fiú kórusában is énekel. Az alapszintű tanulmányait, vagyis az 5 elemi osztályt a Leodingi népiskolában fejezi be. Az elemi iskolában kitűnő tanuló volt, érdekelte a történelem és a földrajz. Szigorú apját ezek a jó jegyek ösztönözhették arra, hogy fia kövesse őt és belőle is hivatalnok váljon. Azonban Hitler ekkor már tudta, hogy ő festőművész szeretne lenni. Erről azonban szigorú apja hallani sem akart. 1900-ban beadja tehát a Linzi Reáliskolába, ami egy óra gyaloglásra volt Leodingtól, ahol ekkor laktak. A drasztikus változás itt következett be. Hitler jegyei romlani kezdtek, olyannyira, hogy az első év végén megbukik természetrajzból és matematikából, ami azt jelentette, hogy évet kellett ismételni. Másodikban újra megbukik matematikából, és a bukás sorozat csak folytatódik az évek folyamán. Végül iskolát vált, de a helyzet semmit sem változik. Bukás és osztályismétlés a fiatal Adolf sorsa, aki azonban hirtelen és váratlanul megbetegedik. Ezt ő maga a későbbiekben tüdőbajként emlegette. A házi orvos pihenést javasol neki vidéken, így anyja végre beleegyezik abba, hogy 16 évesen, kihagyva az érettségit, abba hagyja az iskolát. Így végre elindulhat álmai útján, hogy művész lehessen. Hitler betegségére hivatkozva 2 évet lóg. Először vidéki rokonoknál, majd egy kis időt Bécsben. Alapvetően semmit sem csinál, viszont sokat olvas, színházba jár, és festegetéssel készül a Képzőművészeti Akadémia felvételiére. A felvételire 1907 őszén kerül sor, ahol az első rostán túljut, azonban a próbarajzoláson elhasal, a felvételi tehát nem sikerül. Időközben apja meghal. A halála után járó árvasági segély, amire Hitler nagyon számított, iskolába járáshoz volt kötve. Ezért anyjának és az illetékes hivatalnak azt hazudja, hogy a vizsga sikerült, és festészetet tanul az akadémián. 1908 őszén újra próbálkozik a felvételivel, ezúttal azonban az előválogatón sem jut túl. Anyagi forrásaik kiapadnak, és kénytelen az éjszakákat padokon, esetenként menhelyeken tölteni. Egy menhelybeli barátjának, Hánisnak az jutott eszébe, hogy ha Hitler művész, rajzoljon képeslapokat, amiket ő aztán elad kávéházaknak, és a bevételen fele-fele arányban osztoznak. Hitler ennek nagyon megörült, mivel ő maga nagyon félszeg és visszahúzódó volt, ezért nem tudott eladni semmit senkinek. Az üzlet szépen beindult, azonban hamarosan elváltak útjaik, mivel Hánis hiába szerzett megbízásokat, Hitler lusta volt és nem akart dolgozni. Festőkarrierje ennyiben tehát kiismerült. Adolf Hitler nagyon hiú ember volt, soha nem mutatkozott senki előtt meztelenül, még orvosának sem engedte meg, hogy teljes vizsgálatot végezzen rajta. Egyedül fürdött és nem használt sem dezodort, sem parfümöt vagy arcszeszt. Váltömése zakóját, öltönyét vagy egyenruháját még a legnagyobb melegben sem vette le. Ennek oka, azon kívül, hogy hozzátartozott az imidzséhez, nagy valószínűséggel az lehetett, hogy testalkata elég gyenge volt és nőies, amit amennyire lehetett, igyekezett leplezni. Ezen kívül rendkívül kényes volt bajuszára is. Az első világháború alatt sokkal dúsabb és hosszabb bajuszt viselt, amit felsőbb utasításra le kellett vágnia, hogy a bajusz ne akadályozza a gázmaszk viselésében. Valószínűleg így alakult ki a ma Hitler bajuszként emlegetett viselet. Hitlerről az a hír járja, hogy vegetáriánus volt, kerülte a dohányzást és az alkoholfogyasztást is. Ezt erősíti meg Heinz Linge,
aki 10 évig állt Hitler szolgálatában, mint inas, valamint Hitler egyik ételkóstolója is. Beszámolójuk alapján a Führer csakis a legfrissebb zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztotta. Mivel Hitler későn kelő volt, ezért az ebédet 2:30 környékén szolgálták fel, a vacsora pedig 9 körül kezdődött, és minimális zöldségből vagy gyümölcsből állt. Hitler vegetáriánus étrendje az árjafaj testi tisztaságát szolgálta. Egy, a Hitlerjugendnek szánt propagandafüzet javasolja a hús szójababbal való helyettesítését is, aminek új nevet is adtak. Náci bab. Hitler inasának elmondása szerint a Führer 1943-ig sört is fogyasztott, amit azért hagyott abba, mert kezdett sörhasa lenni. Elmondása szerint a német nép nem akar kövér kancellárt magának. Hitler a háború alatt térhetett át vegetáriánus étrendre, mivel a háború előtti évekből maradtak fent olyan képek, ahol a Führer egyik kedvenc csemegéjét, a bécsi virslit majszolja, valamint szakácsától több ízben töltött csirkét kért ebédre. Hitler az édességekért egész életében rajongott. Rendszeresen evett almatortát és különböző csokoládé süteményeket, illetve tortákat is. A Führer ellen 42 merényletet kíséreltek meg, ő azonban mindegyiket túlélte. A kudarccal végződő merényletek megerősítették Hitler elgondolását, miszerint a gondviselés azért hagyta életben, hogy nagy dolgokat hajtson végre, mint a haza megmentője. A legbizarabb merénylet ötletek közül való a virágcsokor átadása a Führernek, ami majd mérget fecskendez az arcába, vagy a robbanó toll, ami majd felrobban a zsebében. Egy kevésbé ismert, viszont annál pontosabb kidolgozású volt Georg Elser német asztalos által kitervelt és végrehajtott merénylet kísérlet. Mikor megtudta, hogy a Führer Münchenben egy sörpincében tart beszédet, 50 kg robbanószert csempészett ki a munkahelyéről, és hozzálátott terve megvalósításához. Többször meglátogatta a sörözőt, kért egy sört, majd egy raktárba bújva megvárta, ameddig a hely kiürül. Ezután nekilátott, hogy kis üreget váljon az egyik oszlopba, ami előtt Hitler emelvénye állt. Ebbe tette a bombát, amihez brilliáns időzítőt is készített. Ez 3 nappal a beszéd előtt elkezdte mérni az időt, és Georg terve szerint 9:20-kor robbantotta volna fel a bombát, épp akkor, amikor Hitler a beszéde közepén tart. Azonban a Führer a szokásos 1,5 órás beszédét 1 órára rövidítette le, és a kezdetét is 1/2 órával előrébb hozta. 8:30 helyett 8 órára. A beszéd után ugyanis Hitlernek Berlinbe kellett utaznia, és a várható köd miatt módosított a programon. Hitler beszéde végeztével távozott a sörözőből, a bomba pedig óramű pontossággal 9:20-kor felrobbant. Az oszlop és az emelvény, ahonnan Hitler beszélt, 1000 darabra törött, a robbanásban 7-en meghaltak és 63-an súlyosan megsebesültek. Elszert a svájci határon tartóztatták le, megtalálva nála a bomba rajzait és egy képeslapot a sörpincéről. Elszert a Dachaui koncentrációs táborba szállították, ahol 1945. áprilisában meghalt. Ezután Hitlert még szigorúbban őrzik. Egy idő után csak a legszűkebb tanácsadói gárdájával tartja a kapcsolatot. Ennek ellenére a tisztikarból több merénylet kísérletet is indítanak ellene, amelyek mind kudarcot vallanak. Az egyik ilyen merénylet kísérlet a Stauffenberg ezredes nevével fémjelzett Valkür hadművelet. A robbantásban a Führer ugyan könnyebb sérüléseket szenvedett, de életben maradt. Hitler később saját maga végzi el azt, amit merénylőinek nem sikerült, 1945. április 30-án önkezével vett véget életének. További videókért kattints ide! Ha pedig tetszett, nyomj egy lájkot, hozd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!